Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit, Lipták Péter vagyok, mutatom, mit kínálunk a mai adásunkban. A költségvetés keret számaiban van egyetértés a képviselőtestületben. Költségvetésről egyeztettek az ESZG tagjai. Kevesebben járnak könyvtárba, Bátaszéken is. Újabb kis busszal bővült a Bátaszéki Sportegyesület járműparkja. Egyelőre nincs elfogadott költségvetése Bátaszék városának a 2022-es esztendőre. A képviselőtestület soros ülésén a keretszámokban tudtak megállapodni az asztal körül ülők. Az idei esztendő várhatóan nehezebb lesz pénzügyi szempontból, mondta Bozsalik Róbert polgármester. Az elmúlt esztendő költségvetési tárgyalásai úgy zajlottak a Bátaszéki testületben, hogy nem volt kérdés, jut-e mindenre forrás, amit arra az évre elterveztek. Igaz, volt, hogy szűkebb volt az eklézsia, és volt, hogy szabadabban terveztek, gondolkodhattak az elmúlt évről, hiszen kellő mennyiségű pénz volt a kincstárban. Az idei év merőben másképp indult. Várhatóan húzni kell egy-két lyukat azon a bizonyos nadrágszíjon. Egyelőre mindez feszültségeket gerjeszt a testületen belül, nyilván mindenki minden igényt szeretne kiszolgálni, függetlenül attól, hogy a patkó melyik oldalán ül, de a számok makas dolgok, mondja a mondás, így hát csak annyiból lehet gazdálkodni, amennyit a keret enged. A keretben nincs is igazán súrlódás, abban megvan a konszenzus. A költségvetés belső tartalma az, amelyben egyelőre nincs egyetértés. Sokkal nehezebb a helyzet, és nem csak a tavalyi évhez viszonyítva, hanem én most 2014-ig visszatekintve tudom mondani. Ez első olyan esztendő, amikor olyan költségvetéssel kellett kalkuláljunk az összeállítás fázisában, amikor sokkal jelentősebb támogatás kiesések vannak, jelentősebb kiadás növekedések vannak, ami azt eredményezi, hogy a kötelező feladatok, az államigazgatási feladatok ellátása több forrást visz el a költségvetésből, mint a korábbi esztendőkben, ami annyit tesz ki, hogy az önkormányzat saját bevételeiből sokkal nagyobb arányban kell kiegészíteni ezen feladatoknak az ellátását. Tavalyi esztendőben ez mintegy 100 millió forint volt, idén ez már 160 millió forintra rúg. Az a 60 millió pedig nagyon hiányzik ahhoz, hogy szabadon gondolkodjon a város a rendezvényeiről, vagy épp kellő mértékben támogassa a civil szervezeteket, akiknek, hangzott el a napirendi pont tárgyalásakor, nagyon sokat köszönhet Bátaszék. A helyzet azt eredményezte, hogy e pillanatban nincs elfogadott költségvetése a városnak. Alapvetően azt gondolom, hogy a fő számok és a fő irány tekintetében megvan a konszenzus, finom hangolásra szorul még a városnak a költségvetése. A mai beszélgetés és a tárgyalás során egyetlen egy hiányérzetem van, hogy valóban lehet itt hangsúlyokat ide-oda tenni és finom hangolni, de nem érkezett érdemi javaslat, hogy hová is tegyük. Tehát úgy nehéz vitatkozni egy költségvetésről, hogyha nem hangoznak el konkrét javaslatok a tekintetben, hogy honnan, hová helyezzünk át forrásokat. Reméljük ezeket a javaslatokat is meg fogjuk kapni az elkövetkező időszakban, és törekedni fogunk rá, hogy minél hamarabb tudjunk egy olyan költségvetést összeállítani, ami ugyan egy kicsit nehezebb és több visszalépést és megszorítást tartalmaz, mint a korábbi esztendőkben, de így is biztonságosan alkalmas lesz, hogy ezt a 22-es esztendőt a város önkormányzata teljesíteni tudja. A költségvetési tervezet jelen fázisában is biztosítja a megfelelő forrásokat az intézmények biztonságos működtetéséhez, de sajnos kicsit kevesebb szerepel jelen pillanatban a sorokban szociális kiadásokra, kevesebb szerepel közművelődési feladatokra, elsősorban rendezvényekre, sajnos kevesebb szerepel városüzemeltetési feladatokra, és hát a társadalmi szervezetek is egy kevesebb összegből kellene, hogy gazdálkodjanak. Ezen próbálunk egy kicsit finom hangolni az elfogadás előtt. Az ülésen szó esett arról is, hogy ebben az évben is tervezi a város, hogy pályázatot nyújt be a közfoglalkoztatásra. De azt már látjuk, hogy sokkal kisebb lehetőségeink vannak. Míg az elmúlt esztendőben 10 fő foglalkoztatására kaptunk lehetőséget, idén már csak 6 fő foglalkoztatása lesz megoldott támogatásból. A hozzájárulásunk mértéke is növekedni fog, mert 30%-ot kell biztosítsunk a foglalkoztatáshoz, és csak 6 hónapra tudjuk egyelőre a foglalkoztatást biztosítani, tehát ezen a területen is jelentős visszalépés van.
de most 6 család számára így is tudunk legalább foglalkoztatási lehetőséget és megélhetést biztosítani. A képviselőtestület korábban hozott egy döntést arról, hogy a Burza Hungarika mellett önedőből is támogatja a felsőoktatásban tanulókat. A támogatást tanulmányi eredményhez és szociális rászorultsághoz kötötte. A pályázati kiírás február 10-ig adott lehetőséget a diákoknak, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, és nagy örömünkre 28 diák be is nyújtotta a pályázatot. Mind a 28 diák megfelel, mind formai, mind tartalmi szempontból a pályázati kiírásunk feltételrendszerének, azaz minimum 3,8-es átlaggal, kreditátlaggal rendelkeznek. Ennek megfelelően a képviselőtestület mindannyiukat támogatásban részesíti a rendeletben megfogalmazott arányok szerint. Így van, aki 10.000 forintos per havi ösztöndíjba fog részesülni, van, aki 20.000 forintos havi ösztöndíjba fog részesülni 5 hónapon keresztül, és hát biztassuk a fiatalokat, hogy továbbiakban is ilyen szép eredményekkel tanuljanak, és mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy az év második felében is ki tudjuk írni a pályázatot, és a következő 5 hónapra is legyen lehetősége a bátaszéki fiataloknak pályázatot benyújtani és ösztöndíjba részesülni. 259 millió forint az éves költségvetése a Bátaszékváros és környéki egészségügyi, szociális, gyermekjóléti társulás által fenntartott intézményeknek. Ezt állami támogatásból és jelentős önerőből finanszírozza a társulásban résztvevő 8 település. A mikrotérségi óvoda és bölcsőde működési költségét is megszavazta a társulás. Megszavazták a Bátaszékváros és környéke egészségügyi, szociális, gyermekjóléti társulási tanács által fenntartott intézmény éves költségvetését. A társulásban résztvevő mind a 8 település, Báta, Bátaszék, Alsónyék, Pörböly, Mórágy, Várdomb, Alsónána és Sárpilis is képviseltette magát az ülésen. Bátaszékváros és az általa és az egyéb résztvevő települések által üzemeltetett intézmény fenntartó társulási tanácsban végzi azokat a szociális jellegű tevékenységeket, mint házi segítségnyújtás, orvosi ügyeletszolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek napközi gondozása. Ez helyben nálunk is megvan, illetőleg a társulásban résztvevő 8 település mindegyikén egyik-másik szolgáltatás elérhető. A társulási tanácsban a települések polgármesterei, illetve őket, az őket képviselő alpolgármesterek vagy egyéb képviselők egy-egy szavazati joggal bírnak, és az intézmény fenntartó társulási tanács az, amely gyakorlatilag megszavazza az intézményeknek a költségvetését, melyhez az idei évben is az állami támogatás mellett minden a szolgáltatásban résztvevő településnek még önerőt kell biztosítani. Az éves költségvetés 259 millió forint, melynek jó részét az önkormányzatoknak kell finanszírozni. Az ESZG-nek gyakorlatilag a bevételi oldalán egy állami támogatás van, ez a különböző jogcímek alapján normatívákat jelent, és a másik rész pedig az önkormányzatoknak a hozzájárulása. A tavalyi évhez, tehát a 2021-es költségvetési évhez képest ugyan javultak az állami támogatásnak adatai, most számszerűsítve ez milliókban mérhető, de mindezek ellenére még az önkormányzatoknak szintén súlyos milliókat kell beletenni ahhoz, hogy ez a szolgáltatás elérhető legyen, illetve ezek a szolgáltatások elérhetőek legyenek ugye a településeken. Az ESZG-nek a társulása az immáron 13 óta, az a 10. éve történik ebben a formában, és úgy gondolom, miután gyakorlatilag hozzászólás vita nélkül egyhangú szavazati arányjal került elfogadásra a költségvetés, hogy a társulásban résztvevő minden település elégedett ennek az intézmény fenntartó társulásnak a működésével, illetőleg ennek a kontrolljával működő szociális tevékenységgel. A bátaszéki mikrotérségi óvoda és bölcsőde intézmény fenntartó társulási tanács is összeült.
ők szintén a 2022-es költségvetésről szavaztak. Mikrotérség, óvoda és bölcsőde szintén évtizedes múltra tekint vissza. Ez ugye, amikor Bátaszéken az óvoda rekonstrukció volt, ugyanakkor zajlott Alsónyéken és Pörbőn is. Későbbiekben még Alsónán csatlakozott ehhez a társuláshoz. Itt három napi rendi pontról tárgyaltunk, szintén a költségvetés volt. Ezen kívül a nyitvatartásnak a rendje, a nyári zárvatartás rendje, és a beiratási felhívás volt még a napi rendi pontok közt. Gyakorlatilag itt is mindhárom megjelent polgármester egyhangú szavazati arányjal támogatta az előterjesztést, ami egy nagyon feszített, hiszen mindenütt a bérkompenzáció megtörtént, tehát a szakembereknek a megtartására törekszik a intézményfenntartó társulási tanács. Ugyanakkor sajnos látható, hogy a kiadási oldalon, hiszen ebbe a társulási tanácsban a bátaszéki konyha, amely biztosítja ugye az étkezést a nyéki óvodában is például, de ugyanúgy a szociális étkezést Bátaszéken, ott egy nagyon feszített költségvetés van. Az alapanyagok beszerzési árai azok kb. 30%-kal emelkedtek, ugyanakkor a kormányhatározat miatt ugye 2021 óta nem lehet költségtérítés növekedést realizálni az étkezési adagoknak az árában. Ezáltal gyakorlatilag ez jelenleg egy erőteljesen deficites tevékenység. A társulások tagjai fontosnak tartják ezeknek az intézményeknek a meglétét, így igyekeznek mindent elkövetni, hogy előteremtsék a megfelelő anyagi forrást a további működéshez. Bár egyre kevesebben járnak könyvtárba, az olvasás szeretete nem szűnik meg. Erről az alapigazsággal beszélgettünk Sági Lajosnéval, a könyvtár igazgatójával, aki a legutóbbi önkormányzati ülésen számolt be az elmúlt esztendőben végzett munkáról. Ha nézzük a városi könyvtár fejlődési folyamatait, azt tapasztalhatjuk, hogy számos külső tényező hatására egy megtorpanás van. Ebben elsősorban a Covid-járvány hatása mérhető, de az is, hogy van egy korosztály, aki nem jár ide. Ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy van egy réteg, aki számára a könyvtárba járás rendszeres program. Mindez Sági Lajosnének, az intézmény vezetőjének értékelése a Keresztély Gyula könyvtár jelenlegi állapotáról. Mi azt tanultuk annak idején, hogy az a jó, hogyha elébe megyünk a változásoknak, és nem várjuk meg, még az ránk valami módon hatása van, mert valószínű, ha már hatása van ránk, akkor általában ugye negatív. Tehát, hogy próbáljunk elébe menni, dolgozzunk rajta, tegyünk meg minél többet annak érdekében, hogy működjünk. A működésünkkel ilyen szinten nincs probléma. A probléma azzal van, hogy hiába van egy csomó idézőjelbe véve beiratkozott olvasónk, hogyha annak csak a töredéke tér vissza évről évre. Vannak nagyon kicsi gyerekeink, akiket hoznak a szülők, és annak mi nagyon-nagyon örülünk. Aztán van pár, szó szerint pár tanulónk, középiskolások jó esetben, és akkor vannak az idősebbek. Tehát van az a, és főként nembeli megosztottságban férfi korosztály és középkorosztály, akik nagyon kevesen vannak például őket. Én itt dolgozom 33 éve lassan, de mindig az a réteg volt az, akit nehezen tudtunk megszólítani, mert bármilyen rendezvényünk volt, bármilyen könyvállományt szereztünk be, ők valahogy, és ezt most ugye betudhatjuk annak, hogy ők azok, akik dolgozó családapák, eltartják a családot. Jó, ezt most így azért próbáljuk tudomásul venni, de mindig próbálkozunk azon, hogy ennek valami módon ebből egy kicsit ki kéne lépjünk, nem igaz. Ez tényleg nem sikerül. A nyugdíjasainkat elvesztettük. Az okok között a könyvtár vezetője elsődlegesen azt látja, hogy az emberek a könnyebb megoldást választják. És ez a kulturálódási szokásokban is jelen van. Egyszerűbb megnyomni egy távirányító vagy egy telefon gombját, képeket nézegetni, mint olvasni. A fizikai valóságát nem igényli igazándiból a könyvnek. Viszont azok, akik megmaradtak, és itt beszélhetek a középiskolásról is, meg a felnőttekről is, ők viszont, akiknek ez hiányzik, ő bennük ez annyira benne van, hogy ők igenis fogják magukat és eljönnek. És őket még ez most azt sem tartja vissza, hogy ugye egy picit korlátoztuk a nyitva tartásunkat, tehát itt vagyunk, dolgozunk rendesen, de ugyanakkor ugye nem vagyunk itt este hatig például. Most vállalom, hogy én régi módi könyvtáros vagyok. És ezt azért mondom el, mert ezt
fontos dolog, hogy nem lehet mindig mindenen túllépni, és egy következő fejlődési fokozatba belemenni csak azért, mert esetleg az már nem olyan sikeres, hogy én egy könyvet fogok a kezembe. De ez igenis fontos dolog, és amit mindig elmondok, amikor sajnos ritkán, de jönnek hozzánk tanórára a gyermekek, hogy azok az információk, amikhez ő egy telefonon keresztül hozzájut, azok mind innen a könyvekből jönnek. Tehát azok valami módon egyszer megíródtak, van egy fizikai valóságuk, és az is érdekes dolog, hogy megmosolyognak a gyerekek, de tényleg komolyan kellene venni, hogy nem a könyvtárosok kedvéért kell könyvtárba járni, meg nem a könyvtárosok kedvéért kell megtanulni olvasni értő olvasással, hogy az információt be tudjam fogadni, hanem pontosan azért, mert anélkül nem tud az életben, főként a mai világban már is, akkor ez most különösen érvényes, nem fog tudni létezni. Azon felül, hogy a könyvtár ellátja azt a funkciót, amiért életre hívták, a Bátaszéki Intézmény számos civil rendezvény szervezésében is társ. De mindez, mondja Sági Lajosné, azért történik, hogy az olvasó és a könyvtár között létrejöjjön, vagy ne szűnjön meg a kapcsolat. Amikor kimegyünk például a BZKM játszótérre szeptemberbe, akkor mindig valami módon bevisszük a könyveket. Apró, tehát nem látványosan, mert nem rájuk akarunk telepedni, és arra kínosan ügyelünk, hogy amikor a gyermek egy ilyen rendezvényre eljön, ne érezze, hogy ha bármit elé teszünk játékosan, hogy esetleg az egy iskolai valami, aminek nem kell megfelelnie semminek. Annak kell megfelelnie, hogy tudjon kikapcsolódni és érezze jól magát. Ez az egy dolog van, meg amit szoktunk ugye mondani, ez az én mániám, hogy mindig családokat szólítunk meg. Családokat szólítunk meg, amikor kimegyünk májusban a gyereknapra. Úgy próbáljuk egy picit rávenni a családokat arra, hogy minél otthonosabban, családiasabban oldjanak meg dolgokat. Nyilván nem azért mondom, mert mintha ezt eddig nem így csinálnák, csak még szeretnénk őket ebben segíteni. Ez egy nagyon nehéz kérdés, hogyan lehet visszacsalogatni az embereket a könyvtár falai közé? Vannak programjaink. Kimegyünk az emberek közé. Aztán ugye volt ez a bizonyos időszak, amiben még benne vagyunk, és amikor ez elkezdődött, akkor azt mondtam, hogy olyan nincs, hogy az olvasó ott maradt könyv nélkül. A tavalyi évben 390 körül volt az olvasóink száma. És vannak új beiratkozók, ez biztató jel, viszont vannak, akik lemaradnak. De ugye akkor most beszélhetek arról is, hogy idősödnek, sajnos halálesetek is vannak az olvasóink között. Akkor beszélhetünk arról is, hogy nagyon sokan eltelepülnek, mert elmegy, mert máshol talál munkát, akkor most nem mondom azt, hogy némelyek külföldre távoznak. Tehát ezeket mi ugyanúgy megérezzük, mint bárki más. Ez ránk is ránk nyomja a bélyegét, és ugye általában pont azok mennek el, akik még fiatalok, látnak célt máshol, vagy feladatot, és akkor úgy gondolják, hogy ők annak utána mennek. És akkor nekünk maradnak elvileg, amit említettem is, hogy a gyermekek, meg maradnak az idősebbek. Tehát az a középső korosztály az kimarad. De biztató, hogy mindennek ellenére jönnek új beiratkozóink. Úgy gondolom, ha rajtunk múlik, akkor a könyvtár az mindig állni fog, és akkor beszélhetünk arról, már 10 éve megkoggatták meg 20 éve ezelőtt is a vészharangot a könyvtárak fölött. De én azt gondolom, hogy a könyvtárak, igen, és akkor itt jön az én elfogultságom, mert én azt mondom, hogy a könyvtár a világ legjobb munkahelye. Ebben egyszerűen hiszem és vallom, hogy ez így van, mert a könyvtár az egyetlen hely a világon, ahol minden egyszerre jelen van, ami az emberiség. Akinek igénye van, azok mindig meg fognak maradni, és biztos vagyok benne, hogy mindig el is fognak jönni. Még ha ez a korosztályosan egy picit változni is fog. Tehát megmaradunk, mint könyvtár, most mondom, tehát ez egy nagyon szép dolog, mert az olvasók életben fognak bennünket tartani. Újabb kis busszal bővült a Bátaszéki Sportegyesület járműparkja. Ezúttal azonban a karate és az úszó szakosztály élvez elsőbséget a használatában, hiszen az elnyert pályázata nem TAO támogatott sportágak megsegítéséről szólt. A 6,5 millió forintos kis buszt azonnal használatba vették a sportolók.
versenyre utaznak a bátaszéki karatékák, de már az új, saját kisbuszukkal. A Bátaszéki Sportegyesület ugyanis vásárolt egy 9 fős járművet pályázati támogatás segítségével. Új nekünk, de azért nem új, ez egy használt kisbusz, amit a Betlen Gábor alapkezelő városi civil alappályázatán nyert a Bátaszéki Sportegyesület. Gyakorlatilag egy 5 éves, nagyon jó állapotban, nagyon jó bőrben lévő kisbusz, amit egy családi vállalkozástól sikerült megszereznünk. Ugye a pályázat célja az volt, hogy a Bátaszék Sportegyesület egy új járművel gazdagodjon, tehát egy kicsit az utazási logisztikai feszültségét egy picit megoldja, ugye, mert a labdarúgóknak már van egy kis buszuk, amit időnként kölcsön adtak számunkra. Most próbáltuk egy kicsit a nem TAU támogatott sportágak képviseletét előtérbe helyezni, és így a bátaszéki karate és úszó szakosztály lesz az első számú használója ennek a járműnek. Történt ez abból a kifolyólag is, mert ugye egy 5 millió forintot nyertünk a pályázaton, de alapjában véve ez egy 6,5 millió forintot érő kis busz, amihez még további 500 ezer forint kellett a beüzemelési költséghez, tehát a műszaki beüzemeléshez, átirataáshoz, biztosítás, stb. És így ezt a 2 millió forintot a karate szakosztálynak a költségvetéséből vontuk el, illetve a tartalék keretéből fedeztük ezt a 2 millió forintot. A 9 fős kis buszt még tavaly októberben vásárolta az Egyesület, és azonnal használatba is vették. Egy hét ilyen karbantartási és üzemelési szünet volt, de már október végén Szarvasra edzőtáborba mentünk vele, utána Hungarian Openre a karatékákkal, aztán az országos diákolimpiára, az úszókkal a megyei diákolimpiára, és azt kell mondom, hogy jó eredményeket értünk el, tehát egy nagyon jó ómen volt, nagyon jó kabalája lett a csapatnak. Most évelején sikerült ebbe a köntösbe öltöztetnünk, hogy feliratoztuk, és arculatát tekintve már a Bátaszéki Sportegyesület logóit, illetve az alapkezelő logóit viseli magán. És hát terveink természetesen vannak vele, mind az úszó szakosztály, mind a karate szakosztály tekintetében, mert nagyon sűrű lesz az előttünk álló program az úszókkal. Már voltunk Kecskeméten, voltunk Szekszárdon, és megyünk Debrecenbe is, az országos diákolimpiára, a karatékákkal pedig szinte majdnem minden hétvégén fogjuk használni. Vannak nemzetközi programok is az esemény naptárba, hogy márciusban szeretnénk Horvátországba menni, Szamoborba, illetve Pozsonyba megyünk a Szlovák Operre, tehát én azt gondolom, hogy a nagyon jó helyre került ez a kis busz, és nagyon jó szolgálatot fog tenni a mindkét szakosztálynak. A kis busz nem csak a szakosztályoknak, de az idejáró gyerekek szüleinek is segítséget nyújt. Azokon a versenyeken, ahol egy kisebb stábbal megyünk, ott elég. A közepes stábbal utazunk, akkor azt mondom, hogy egy-két személy autóval ki kell egészíteni. Amikor meg tényleg egy nagy versenyzői bázissal, tehát egy 30 fős versenyzői bázissal plusz edzőkkel megyünk, akkor besegít nekünk az önkormányzat az Éveco 24 személyes járművével, és akkor így meg tudjuk oldani. Mi már annak is örülünk, hogy a szülők válláról egy kis terhet vesz ez a dolog. Egyrészt az utaztatási költségek tekintetében, másrészt a hétvége a szülőknek is hétvége. Nagy Ákos, a Bátaszéki Sportegyesület elnöke elmondta, elsődlegesen a karate és úszó szakosztály fogja használni a kisbuszt, de természetesen az Egyesület másik két szakosztályának utazási logisztikájába is besegítenek vele. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!